A romániai központi választási iroda becslése szerint a voksolásra jogosultak 45,92%-a járult az urnákhoz vasárnap estig, ami az előzetes felmérések szerint nem volt elég az érvényességi küszöb eléréséhez. Ehhez az kellett volna, hogy a választásra jogosultak fele plusz egy fő adja le a voksát, így a felfüggesztett államfő valószínűleg visszatérhet hivatalába. Urnazáráskor közzétett adatok szerint a szavazók 84-88%-a szavazott Traian Băsescu leváltására. Így, ha a részvétel kicsivel magasabb, akkor a népszavazás eredményeként az államfőnek távoznia kellett volna hivatalából. A legnagyobb részvétel Olt megyében volt, 74,71%, a legalacsonyabb pedig Hargita megyében, 11,56%. A romániai magyarság számára nem volt közvetlen tétje a Traian Băsescu államfő leváltásáról szóló népszavazásnak, ezzel magyarázható a magyar választók alacsony részvétele, jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Az RMDS egyébként korábban azt javasolta támogatóinak, hogy menjenek el szavazni, és döntsenek lelkiismeretük szerint. Az Erdélyi Magyar Néppárt ugyanakkor a referendumtól való távolmaradásra biztatta az erdélyi magyarságot. A párt képviselői szerint tragikomédia folyik Bukarestben, amihez épp erkölcsű erdélyi magyar ember nem adhatja a nevét. Nem Băsescu mellé álltak, hanem Viktor Ponta kormányfőt utasították el a népszavazástól távol maradó magyarok, vélik a szociológusok. Egyes politológusok pedig azt mondják, az eddigi feszült viszony a román államfő és a kormányfő között továbbra is megmarad. A román hírtelevíziók és az államfő leváltását kezdeményező szociális-liberális szövetség politikusai Orbán Viktor magyar miniszterelnök felhívásának tulajdonították a magyar távolmaradást. Azt mondták, a magyar kormányfőnek nem lett volna szabad beleavatkoznia a román politikába. Ősszel egyébként parlamenti választásokat tartanak Romániában.